Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A ma reggeli igét példabeszédek könyve 17. fejezetének a 9. verséből a következőképpen olvasom. Elfedezi a védket, aki keresi a szeretetet, aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Mennyire elgondolkodtató ez az ige, és ha végig gondoljuk, hogy mitől is óv bennünket igazából, még egyszer szeretném idézni a Biblia vers második részét: aki ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Tehát mitől óv bennünket ez az ige? A rossz dolgok, a bűnök, a helytelen dolgok. Felhánytorgatásától, a felejteni nem tudástól. Emberi kapcsolatainkban leginkább ez okoz óriási problémát. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, mindannyian követünk el hibákat. Követünk és követtünk el hibákat, amelyel másokat megbántottunk. De ellenünk is sokan követtek és követnek el hibát. És mi okozza az óriási problémát? Hogy nem tudunk igazából felejteni, nem tudunk igazából szívből megbocsátani. Általában, amit mi okozunk másoknak, ugye az ritkán fáj nekünk, van, amikor fáj, de ritkán. De mennyire tud bennünket bántani, amikor hozzánk úgy szólnak, velünk úgy tesznek, ami nekünk fáj, ami nekünk rosszul esik emberi kapcsolatainknak alapját kell, hogy képezze a megbocsátás. Jézus azt mondja nekünk, hogy az egymás közötti kapcsolatban, ha valakinek valaki ellen panasza van, bocsássuk meg, és ne hordozunk haragot a szívünkben. Hatalmas kérdéskör a megbocsátani nem tudás, de most csak ezt az egy vonást szeretném, ezt az egy részét szeretném kiemelni ennek a kérdéskörnek, amikor valamit nem tudunk igazából szívből megbocsátani, és újból és újból a másiknak a fejére olvassuk a múltbeli hibáját. Miért lehetséges ez? Azért, mert engedjük, hogy a keserűség gyökere felnőjön bennünk, nem tudtunk teljesen megbocsátani, lehet, hogy felszínesen megbocsátottunk, lehet, hogy magunkat is azzal áltatjuk, hogy ó, én ezt már megbocsátottam, ez már, 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 már a múlté, de mégis adott szituációban újból feltolul bennünk. És mondjuk, hogy igen, ekkor is, ekkor is ezt tetted, ekkor is, ekkor is ezt mondtad nekem. Vagy a másik, amikor kimondottan így fogalmazunk, hogy igen, én megbocsátok, de nem felejtek. Mennyire fájdalmas dolog ez emberi kapcsolatokban, hányszor hallottam az életben, amikor akár házaspárok összezördülnek, vagy vitatkoznak valamiben, vagy jó barátok, vagy ismerősök, és akkor évtizedekkel korábbi dolgokat is ismételten előhoznak, hogy akkor is ez volt, akkor is ezt mondtad és mennyire rosszul tud esni a másik embernek mindez. Hadd kérdezem meg, hogy vajon miért vagyunk igazságtalanok, amikor mi így viszonyulunk a másik emberhez? Miért vagyunk akkor mi igazságtalanok? Azért, mert az isteni megbocsátásról a következőt olvassuk. Azt mondja az ige, hogy az Isten ami bűneinket a tenger mélységébe veti. Azt mondja, hogy arról emlékezés nincs. Azt mondja az ige, hogy ő nem feddődik minduntalan, nem tartja meg a haragját örökké, nem ismétel dolgokat, nem rója fel a gonoszt újból és újból, nem, nem hozza elénk, nem kárhoztat, nem vádol bennünket. Egy példát szeretnék a Bibliából megemlíteni, a tékozló fiú példázatát. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük ezt a gyönyörű példázatot. Amikor a tékozló fiú visszamegy az atyai házhoz, és az atya elébe fut. Mit tesz az atya? Elkezdi neki mondani, hogy fiam, látod, mennyi kárt okoztál nekem, te a paráznákkal étetted fel az én vagyonomat? Ezt mondja. Egy szóval nem említi. A nyakába borul, megcsókolgatja, és szíve mélyéből örül, hogy a tékozó visszatér. De amikor megjön az idősebb testvér, az mit csinál? Elkezdi hánytorgatni a múltat, hogy igen, ez a te fiad ezt és ezt csinálta, azt és azt csinálta. Igen, hatalmas igazságtalanság ez miért? Mert ha én elfogadom az Istentől a bűnbocsánatot, ha én igénylem azt, hogy az én bűneimről ne legyen emlékezés, és ne rója fel újból és újból nekem a helytelen szavaimat, cselekedeteimet, hanem az legyen a tenger mélységében. Ha én ezt elvárom az Istentől, de én ugyanezt nem akarom a másik embernek megadni, akkor igazságtalanságot, hatalmas igazságtalanságot követek el. Mit mond a Biblia? amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjétek azokkal. Nem csak, hogy az Istentől ugye nem kapjuk ezt, de nekünk is milyen rosszul esik, hogyha valamit elkövettünk egyszer régen, és valaki újból és újból felidézi, nem tudja elfelejteni. Ha nekem rosszul esik, én se tegyem a másikkal. Mit mond az ige? Elfedezi a védket, aki keresi a szeretetet, aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. De fölmerül a kérdés, hogy hogy lehet szívből megbocsátani? Hogy lehet, hogy az örökre el legyen nálunk felejtve? Sokszor mi érezzük, hogy nem jó a haragot tartani, emberileg megpróbálunk úgy tenni, mintha nem haragudnánk, de a szívünkből kivetni a megbántottságot, a neheztelést, a haragot, egyes egyedül, ima által, az Istennel való kapcsolat által tudjuk ezt megtenni. Azaz nem mi, hanem az Isten így tudja bennünk elvégezni. És én szívből kívánom, hogy fogadjuk meg ennek az igének a tanácsát. Ne hozzuk fel a régi dolgokat. Isten kegyelméből legyen az úgy eltemetve, ahogy a mi megbánt bűneink el vannak őnála temetve.